Máté Péter és Esnagy István dalai már évtizedek óta nagy slágerek, és ahogy mondani szokták, a gombhoz vartunk egy kabátot, tehát a nagyszerű dalokhoz kitaláltunk egy történetet, írtunk egy darabot, hogy most ezek a méltán népszerű dalok, ezek színházzá tudjanak válni, azaz kicsit ilyenkor a dalok önmagukon túl is tudnak mutatni, más helyzetből szólalnak meg, más szituációból, más sorsokból, mint sem csak egy koncertpódium szóló számként. Hát így született. Alkotótársam Gém György, övé volt az alapötlet, ő keresett meg bennünket ezzel az ötlettel, és aztán közösen hoztuk létre a szövegkönyvet, ami végül is ma látható volt az utolsó főpróbán. A darab címe Egy darabot a szívemből. Úgy érzem, hogy itt a színészek is adtak egy darabot a szívükből a darabon. Így van, kicsit áttételes a cím, tehát úgyis ebben egy színdarabot, egy előadást a szívünkből, meg hát a darab végén van egy mondat a tanár úr szájából, hogy minden lépcsőfokon, minden élethelyzetben, hogy halad az élet, letörünk a szívünkből egy darabot, és a végén van valami, amit nem ismerünk, a nem ismert tartomány, de addig viszont nagy felelősség van, minden pillanat, amit élünk, az egy nagy adomány, és akkor élünk helyesen, hogyha éljük az életet, nem csak teljesítjük. A darab visszarepített bennünket a kommunizmusba a 70-es évek elejére. Úgy éreztem, hogy azért ebbe volt egy kis irónia is, egy kis görbetükör is azokról az időkről, azokkal az időkkel kapcsolatban. Illetve a mai fiatalok már igazából tényleg csak az elmesélésből tudják azt, hogy mi volt akkor. Hát igen, egyrészt ugye nem lehet kirángatni a dallamokat, a szövegeket abból a korból, amikor születtek. A darab első háromnegyede, vagy a háromnegyed része az 1968-ban, az követő években játszódik, aztán egy 15 évet, hiszen egy érettségiző osztály érettség előtti pillanataiban történik meg valami, és aztán 15 évvel később egy sokáig halogatott érettségi találkozón fejeződik be a darab. Nyilván visszatekint egy másik rendszerbe, de én úgy érzem, és akik csináltuk, meg létrehoztuk, minden darab akkor jó, meg minden kor. Tulajdonképpen nem a történelem az nem egy lineáris előre haladó valami, inkább körforgás. Tehát az áthallások ott vannak. Itthon maradni, vagy elmenni, ez ma is probléma. Másképp, mint 1960
1968-ban természetesen. Nyilván görbe tükör annak, és mi nyugodtan tarthatunk, hiszen én annyi idős vagyok, meg a szerzőtársam is közel, mint amik a hőseink a darab elején. Tehát körülbelül egy idősek vagyunk ővelük az akkori, tehát mi nyugodtan tarthatunk már görbe tükröt, akár saját magunknak is, hiszen azt az időszakot megéltük. Ugyanakkor meg rengeteg szépsége van, és rengeteg fensége, és rengeteg szenvedése, ennek pedig tükröt, igazi tükröt tartunk, és valahogy így válik teljessé. A világirodalom legnagyobb drámai írói, akár mondjuk a tragédiát, tragédiaírók, Shakespeare tragédia mindig belecsöppentett egy-két helyen humort, van egy-egy humoros figura, van benne egy-egy dal, ez is ilyen, tehát az élet, a színház az egy nagy összművészet, van benne látvány, van benne zene, szöveg, próza, tánc, képzőművészet, sok mindent összepróbálunk hozzá, és de én szerintem ez a színház gyűjtőművészet, és műfajilag is, tehát a mosolyt és a könnyet egyszerre képviseljük. Hát ezt éreztem én is, igen, lehetett nevetni is, és amikor volt, hogy az ember elgondolkozott rajta, újra hangszerelték ezeket a dalokat, nem féltek attól, hogy a közönség egy kicsit idegenkedve fogja fogadni, hiszen azért ismert nótákról van szó, hát azért Máté Pétert nem lehet elfeledni, az ő dalait. Ő akkori számai, tehát az közel 3 évtizedes számok, ezért ezek már, vagy talán van, amelyik már több is. Az egy kor ízlését, szintetizátoros világ akkor jött be, rengeteg az ő felvételben a szint is, kezdetleges szintetizátoros hangszerelés, és hát elég, még az ő rövid életében is nagy kort ölelt fel, tehát nagyon nagy a különbség, mondjuk a kezdeti dalai, vagy éppen az utolsó nótái hangszerelése között, és úgy gondoltuk, hogy ezt egy fiatal tehetséggel oldjuk meg, ifjabb Malek Miklós, akit sokan a tévénézők az X-Faktor zsűriéből ismerhetik az arcát, és Los Angelesben ül egy nemzetközi hírű fiatal zeneszerző, zenész, és őt kértük meg erre, őt meg szíven ütötte a dolog, és azonnal elvállalta, és besegített még édesapja, idősebb Malek Miklós, aki az egyetlen nem Máté Péter szerzenét, ami a darabban elhangzik, a Hull az elsárult levelet írta. Ő a zene szerzője, ő is fiával, aki nyilván sok tanácsot tudott neki adni. A hangszerelés korszerű és homogén, ez a lényeg, hogy egy darabhoz, egy létező darab hangulatához és milliójéhez készítette el a Malek Miklós, akinek nagyon örülök, mert személyesen még nem találkoztunk, csak Skype-on és e-mailen tudtunk értekezni, de ősszel a Közszínházi bemutató előtt jön, és akkor még az ottani felújító próbákon jelen lesz. Akkor Amerikából segítette a darab létrejöttét? Igen, tehát én kiküldtem neki a darab szinopszisát, az nagyon megtetszett neki, azt mondta, hogy azonnal, és akkor húzódott, ugye itt rengeteg jogörökös van, jogutód van, sajnos egyik szerző sem, én S. Nagy István nemrég halt meg, Máté Péter régére, nagyon, tehát ki kellett itt bogozni a szerzői jogi szálakat is, egy kicsit később tudtunk neki kezdeni, mint ahogy szándékoztunk. Mi már június végére terveztük ezt az előbemutatót, hát húzódott ideig, úgyhogy most már azért elkészültünk, hála Istennek, és a Miklós is rengeteget dolgozott, tartottuk, hát e-mailen, tehát ezek végül is napi kapcsolatban voltunk, sőt, volt egy naponta többször is értekeztünk. Ez egy exakt tudomány, tehát a zene az matematika, a kotta az nem hazudik, a szövegkönyv sem nagyon, úgyhogy azért ő hallja meg, mi is, mi is tudjuk, hogy mire kérjük meg, hogy azt is tudtuk, hogy kit kérünk fel. Úgy érzem, hogy azért ez nem volt kis munka. Az ötlet létrejöttétől az elkészültéig, illetve az ötlet kipattanásától a darab elkészültéig mennyi időt eltelt körülbelül? Minket
Tehát január végén volt a, bocsánat, nem február, február végén volt a Három testőr premierje, és akkor véglegesítettük Gém Györgyel, az a szerzőtársabbal, akinél egyébként a jogok egy része is van, hogy lesz ez a bemutató, és akkor hajrá, tehát nagyon kevés idő volt, iszonyú kevés idő volt, úgyhogy beleadtunk mindent, és közben még azért készültek más darabok is, játszottunk éjjel-nappal, vagy próbáltunk, felújító próbáztunk, szóval volt vele munka, és a társulat előtt meg le a kalappal, és még akit ki szeretnék emelni külön, az a koreográfusunk Krámer György, aki alkotói módon vett ebben a dologban részt, tehát nem betét számokat csinált, hanem értve, tudva azt, hogy mi a szerzői szándék, néhol táncjátékszerű koreográfiák készültek, nem pedig betétek. Én gratulálok hozzá, szép munka volt azért 6 hónap alatt ezt összehozni, nem semmi. Hol láthatják a nézők ezt a darabot? Úgy tudom, hogy most 14-én valahol a Balatonon lesz, és hogyha az ajkaiak szeretnek megnézni, el kell menniük a Balatonra, vagy megnézhetik ajkán is? A nyáron 2 előbemutatót tartunk, holnap nap folyamán, azaz augusztus 11-én Balatonlellén lesz egy előbemutató, 14-én pedig Alsóörsön a Veszprém megyei bemutató, és ősszel kőszínházi premierünk, ezzel nyitjuk az évadunkat, és október közepén fogunk ajkára menni, az ajkai bérletben, színházi bérletsorozat ezzel indul, és ott találkozhatunk az ajkai közönséggel, de hogyha valaki nagyon szeretne jönni, azért természetesen már nyáron szeretettel várjuk. Reméljük, hogy örülni fognak az ajkaiak is ennek a produkciónak, mert nekik is készül. Hát sok sikert kívánunk a darabhoz. Köszönjük szépen, mindegy egy darabot a szívünkből, ajkának adunk ezzel a darabban.